Akkor a nagykör jobb kézzel, bal kézzel, olyat is lehet, hogy nem csinálja végig, hanem kevesebbet forgat. Zsuzsi, mehet. Nagykört csináljál. A nagykört is lehet ugye innen indítani, és akkor vissza is csinálta, vissza is csináltuk már. Hát nem első alkalom annak, hogy itt Mezőberényben egy nagy mazsorett találkozóra kerül sor, most éppen a Magyar Mazsorett Szervezetek Szövetsége találkozik itt Mezőberényben, ugye itt a gimnázium kollégiumában. Hát mi történik itt, és hogy miért került ez ide Mezőberénybe? Mezőberény már nem először ad helyet mazsorett továbbképzésnek, nem találkozónak, továbbképzésnek. Itt a Magyar Mazsorett Szervezetek Szövetségének trénerei találkoznak, mazsorett oktatóknak és bíróképzés folyik. De én itt azt hallottam, hogy itt olyan volt, mint ha én beültem volna és próbálni tanulni mazsorettezni. Tulajdonképpen itt a botforgatásról igencsak szó esett. Ez jelenti azt, hogy ilyenkor megtanulnak újabb figurákat, vagy esetleg ilyen botkezelési technikákat? A továbbképzés célja a versenyszabályzatnak, az új versenyszabályzatnak a megtárgyalása, és itt aztán kérdések merülnek föl, hogy akkor minek fogadunk el, mi a szabályos, miért nem szabályos, vannak új tagok, akik esetleg még nem voltak a szövetség versenyein, és akkor itt megkérdezhetik, magyarázatok hangzanak el a versenyszabályzatot illetően. Az alacsony dobás, ugye a váltól mérjük, és a 2 méter alatti dobások, azok mind alacsony dobásnak számítanak. A botcsere az arról szól, hogy az egy időben egyszerre dobja. Nem úgy, hogy először eldobja Zsuzsi, és utána majd Eszter dobja. Nem. Egyszerre van levegőben a 2 bot. Ez a botcsere. Mehet? Jó értem, akkor itt új versenyszabályzatot alakítanak ki, miért? Nem mi alakítjuk ki az új versenyszabályzatot, nemzetközi szövetséghez tartozunk, a rövidítés az MVF, Mazsorett World Federation a szervezet neve, és most január 1-től változik ennek a nemzetközi szövetség, vagy nem, igen, nemzetközi szövetségnek a versenyszabályzata, és azért, hogy egységesek legyünk nem csak nemzetközi szinten, hanem nemzeti szinten is, a saját szabályzatunkat ehhez szeretnénk alakítani, illetve ezt a szabályzatot szeretnénk a csoportvezetőinkkel, trénereinkkel megismertetni, meg a leendő bíróinkat is erre szeretnénk kiképezni, és így mindannyian egységesen fogjuk értelmezni ugyanazt a szabályzatot. De egyébként miért Mezőberény? Azért Mezőberény, mert egyrészt a szervezetünk arra törekszik, hogy minél több helyszínen vegyünk részt, nem csak versenyekkel, hanem a továbbképzésekkel is, azért, hogy a szervezeteink vezetői közelebb kerüljenek egymáshoz. És Mezőberény egy nagyon jó alkalom erre, hiszen a szövetség alelnöke, aki egyben nemzetközi bíró is, és elismert nemzetközi bíró, ő az, aki vezeti a mi bírói testületünket, ő az, aki a bírói továbbképzéseken, mint tréner is részt vesz, nem csak hazai szinten, hanem nemzetközi szinten is. És azt gondolom, hogy a Mezeini Erzsike a legjobb szakember, akit az országban ismerünk, és ez alkalom volt arra, hogy Erzsike meghívott bennünket, hogy ezt Mezőberénybe adja át ezt a tudást a csoportjainknak. Fonárflip. És ugye hüvelykúj dobás, ez a fonárflip segítségével való dobás. Nehéz elkapás, hátsó fogás, elkapás tenyérrel, vakelkapás, flip folyamatos sorozatból. Egyébként, ha már itt vannunk is, ugye elnök asszony itt van, akkor a Magyar Mazsorett Szervezetek Szövetsége hány tagot számlál, mit kell tudnunk erről a szervezetről, hogyan működik? Jelen pillanatban 16 tag szervezetünk van, több településről jöttek most az edzők, 24 településről érkeztek összesen, és 2014-ben alakult meg a szövetségünk, azóta is folyamatosak a képzéseink, a versenyeink, igyekszünk egyre többet nyújtani a szervezeteink számára. Igen, és ahogy említettem, itt Mezőberényben többszöri alkalommal jelennek meg, mi a program? Másodszorra van magyar nemzeti továbbképzésünk, és kétszer pedig nemzetközi továbbképzést tartottunk. És mi a program most, jelen pillanatban, ezen a, ugye 2 napos maga a találkozó? Igen, most a versenyszabályzatnak, a 2018-as versenyszabályzatnak az aktualizálása és ennek az átbeszélése. Felkészítés bírói vizsgára, mert nyilván, hogy azok bíró,
kint dolgozhatnak a szövetségben, és utána úgy lehetnek nemzetközi bírók, hogyha vizsgát tesznek. És gondolom, hogy azért a megbeszélések mellett azért egy picit mezőberényt is megnézhetik. Igen, egy kicsit mezőberényt is. Voltunk a ebédelni, közben várost is néztek a kollégák, és beszéltünk arról, hogy esetleg a holnap délelőtt folyamán egy kis szabadidő keretében megnéznénk itt mezőberény nevezetességét. Hát annak nagyon örülünk, és akkor érezzék itt jól magukat nálunk. Köszönöm szépen, jó tanácskodás, értekezletet, konferenciát. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Na most több. Ahhoz, hogy ezeket a szinteket tudják adni, ahhoz nem elég, hogy beteszek 3-4-es szintűt, meg 2-5-ös szintű forgatást, azt 5-ször megcsinálom, és nem teszek bele halott botot sem, meg se 8-as, meg se 2-kezes, meg semmi más, csak a kötelező elemeket. És ezt ismétlik folyamatosan.